Hellosztok, srácok! Most egy új programot fog bemutatni nektek. Gondolom már ti is ismeritek ezt a programot. És az első program után ezt is be akartam mutatni. Ennek a programnak a cím az, hogy XCOM Terror from the Deep. És ez ugye a UFO Enemy Unknown-nak a folytatása. Azt az első részben elfelejtettem mondani, hogy a UFO Enemy Unknown-nak volt egy másik neve is, amit XCOM UFO Defense-nek hívtak. Na és hát ez gyakorlatilag annak a folytatása, ezért is XCOM Terror from the Deep, azaz terror a mélyből. Na de hát miről is van szó, ugye az első részben elpusztítottuk az idegeneknek a bázisát a Marson, vagyis hát egy alien agyat, aki felelős volt ugye a tevékenységükért az idegeneknek. És hát ezek az idegenek, akik életben maradtak, ezek szeretnének úgymond hát elég tételt venni azért, amiért ők elbukták az első fordulót. A lényeg az, hogy ez 40 évvel az első rész után játszódik, és itt teljesen a víz alatt fogunk tevékenykedni legnagyobb részt. Szárazföldön is fogunk kikötőkbe, de legnagyobb részt víz alatt leszünk. Ez nekem jobban tetszett az játék valahogy, mint az első, annak ellenére, hogy totál ugyanaz az egész majdnem. Tehát ugyanazt a játékot átírták, de én szerintem úgy kellett volna megcsinálniuk a játékot, hogy a két játékot vegyítve. Tehát a tengeri csaták azok lehettek volna az egyben is ugyanígy. Csak akkor sokkal izgalmasabb lett volna a játék szerintem. És akkor nem kellett volna két külön részt, hát mondjuk akkor nem lett volna ennyi pénzük. Na hát itt is csinálok egy bázis, mint az első részben. Itt Bikini Bottomnak hívom. Ugye a SpongeBob, vagy SpongeBobból már ismerős. Amit nem is tudtam, hogy a Marson, ahol volt ezeknek az idegeneknek a bázisuk, amit széttoltunk az első részben, a Marsnak van egy olyan helye, amit úgy hívnak, hogy Cydonia, és ezt nem is tudtam, hogy ez egy létező hely. Na, ezt csak érdekességből jegyeztem meg. Na, de akkor merüljünk is bele a játékba, ugye, amit látjátok, ugyanaz, mint az első rész, aki látta arról ugye a bemutatót, annak most nem kell ezt a játékot így külön bemutassam. Totál ugyanaz, csak hát én szerintem egy picit jobban megoldva. A zene is sokkal jobban tetszik ennek a játéknak a zenéje, mint az első részé volt. Szerintem jobban meg van csinálva, sokkal horrorisztikusabb. A játék egyébként 1995-ös, és találtam két borítót, az alsó az a PlayStation-ös, PlayStation 1 borítója, tehát a konzolos, a felső az a PC-sé. Szerintem a PC-nek picit jobb lett a borítója. Na hát, nézzünk egy csatát. Az UFO-nak jelentése, hogy Unidentified Flying Object. Tehát beazonosíthatatlan repülőtárgy. Hát így nem tudom, hogy a víz alatt repül. Mondjuk azt, hogy repül a víz alatt? Na akkor legyen UFO a víz alatt, tessék. Így néz ki. Ez egy kis UFO, akkor UFO-t fogok használni, de egyébként hát víz alatt nem repülnek a tárgyak, ugye? De most akkor ezt nézzétek el nekem. Na, akkor szóval ez a UFO, ez egy ilyen kisebb fajta UFO volt, ez nem kell olyan nagy csapatot oda küldeni, de én azért oda küldtem a max legénységet. Seaman. Itt is ugyanaz, mint az egy, most nem fogom itt külön részletezni az összes dolgot, ami az egybe volt, inkább azokat mondom, amik az egyben nem voltak. Ugyanúgy folyik a felfegyverkezés. Egy párszor megszivatott a játék, mert elfelejtettem, hogy vannak bizonyos fegyverek, amiket nem használhatsz a szárazföldön, és itt ebben a játékban van, hogy kikötőket támadnak meg az idegenek, tehát a szárazföldre is ki kell, hogy lépjünk, és ott is csatározni kell, és
volt, hogy bekészítettem nagy dűrel, dúrral mindenféle jó kis fegyvert, és kiírta nekem, hogy ezt a fegyvert sem nem tudod használni. Csak vízben. És hát nagyon örültem neki, majd azt is mindjárt mutatom. Na hát vannak mindenféle ilyen torpedók, meg szigonypuskák. Szigonypuskákat és pisztolyokat lehet használni. A víz felett is szerencsére. De aztán, ahogy ugye megyünk előre a kutatásba, is ugyanúgy, mint az egyben, majd az idegeneknek a fegyvereit tudjuk majd használni későbbiekben. Mik eléggé brutálisak. Hát azért itt is van még alapjáraton egy-két izgip fegyver, ami elég nagy területeket képes lerombolni, de azok drágák. Na és akkor nézzünk egy akciót. Na így néz ki, és nekem baromira tetszett ez a víz alatti hangulat. Meg ez a rejtélyes zene, meg minden. Nekem valahogy sokkal jobban megragadta a fantáziámat, mint az egy. Az egy is jó volt, az is tetszett, de ez még jobban elnyerte a tetszésemet. Itt is vannak szintek, térkép, és itt az UFO, ami lerobbant. És itt a probléma viszont, az mi idegesített, az csak annyi volt, hogy nézzétek, no line of fire, tehát van úgy, hogy egyszerűen nem tudunk odalőni, ahova szeretnénk, és ez vízben eléggé, hogy mondjam, irritáló. Mert azt hinnéd, hogy na most ott egy korall, és akkor mi van, a fölött előz, de nem. Azt is meg kell, hogy kerüljed. Tehát az egyben még az értelmszerű volt, hogy ott volt egy ház, vagy valami, akkor nem tudtad rakétát egyenesen lőni. Barátunk kifeküdt a szigonypuskától. Viszont itt meg nem egyértelmű, szóval ott azért az volt, hogy a búza fölött el tudtál lőni, itt nem tudsz ellőni némely esetben a korall felett. Na hát elkaptuk az idegeneket, csak hát ugye nincsen tárolóhelyünk, és ezért nem tudjuk az idegeneket megfigyelni. De itt is lehet boncolgatni, stb. Hát én szerintem a két játékot egybe kellett volna gyúrni, és akkor egy fantasztikusan jó játék lett volna. Gondolom több pénzt akartak a készítők, vagy nem tudom. Hát így is jó. Elfogadjuk. Ugyanúgy kutatók mennyiségétől függ, hogy milyen gyorsan kutatunk ki bizonyos dolgokat. Ezek a képek ugye nekem nagyon tetszettek régen. Na és akkor nézzünk egy rakétás akciót. Vagy torpedó elnézést, ugye a víz alatt torpedó van, nem rakéta. Itt is van többfajta lőszer, ugyanúgy, mint az egyben. Én ezeket a látványos, robbanófejes torpedókat szeretem. Sajna ezeket nem tudjuk használni a felszínen. Nézzétek, víz alatt ég a szörny, vagyis az idegen lény. Na és itt van, amikor egy kikötőt betámadok, és itt már eléggé zoral idegenek voltak. És nézzétek, használni akarom a fegyveremet. És mit ír ki? Underwater weapon. Na, víz alatti fegyver. Tehát a legtöbb fegyver, amit bepakoltam ezeknek, gyakorlatilag használhatatlan volt. Csak a cigony puskákat és pisztolyokat tudtam használni, és a gránátokat. Na meg az időzített bombákat. Ami eléggé megnehezítette a dolgomat, mert eléggé brutál idegenek jöttek rám. Ugye ezek az idegenek a civil lakosságot is itt terrorizálják, úgyhogy oda kell rájuk is figyelni. Na szóval itt inkább ilyen gránátokat dobáltam, de hát abban nem volt sok, úgyhogy oda kellett, hogy figyeljek. És még ennek ellenére is megnyertem a meccset, elég izgalmas volt, de sokan meghaltak sajnos.
Na nézzétek, itt dobok egy időzített bombát. Ennek eléggé brutál a hatótávolsága. Ezzel tényleg egy fél épületet le lehet bontani. Úgyhogy mindenki pucol is a helyről, ahogy mi is a robbanás rádiuszába belekerüljünk. Itt még nem tudta, hogy mekkora. Hát, egyből kifeküdt az idegen. Ennek az ilyesfajta játékok jöttek be régen inkább. Mikor egy csapatot irányította és gondolkozni kellett, hogy mit csinálsz. És lehetett mindenféle cuccokat magadnál hordani. Na, itt sajnos kezembe fölrobbant az időzített bomba, és eléggé rosszul jártunk. Lefeküdt a Berci ott a füvet szedni egy picit, de még életben voltak én szerintem. Ami érdekes, hogy a hullán rajta van a mélybúvárnak a sisakja. Azt egy kicsit elrontották. Ez elég izgalmas pálya volt. De nem játszottam sokat egyébként a játékot, csak a retro kedvéért. Ugye van nálunk egy ilyen bot is, amivel meg lehet őket bénítani, és akkor lehet őket tanulmányozni később. Tehát ez a bot, ez nem öli meg őket, az csak elkábítja. Elég érdekesen néz ki elkábultan, ugyanúgy, mint a hulla. Kifolyt a szeme szerencsétlennek. Itt a várost eléggé szétdorbézoltuk. De még ennek ellenére kaptunk támogatást a csata után, hogy sikerült az idegeneket elintézzük ugye a városban. Na, körülbelül ennyi. Én egy jó 2 órát játszottam azért a játékkal. Milyen jó szétlőttem. Figyeljétek, az ablakból kilőttem. Nem semmi fegyvereik vannak az idegeneknek. Na, srácok! Töltsétek le, ha tetszik ez a játék nektek. Kellemes retrózást hozzá. Nekem írtóra tetszett. Még régen is. És még most is jókat eljátszottunk itt a Lucas-szal vele. Itt a retrózás kedvéért. Úgyhogy töltsétek le mindenféleképpen, hogyha nektek bejön az ilyesmi fajta játék. És körülbelül ennyi, nem is tudok mit hozzáfűzni. Igazándiból az első részben már mindent elmagyaráztam. A játékról ez gyakorlatilag ugyanaz, csak egy másik öntösben. Na látjátok, kaptunk támogatást. Úgyhogy remélem tetszett a videó. Legközelebb majd egy másik programot fog bemutatni nektek. Egyébként van úgy, hogy elkezdesz üldözni egy idegent, és kifogysz az üzemanyagból, és ilyenkor vissza kell, hogy térjél a bázisra. Na, én itt be is untam már a banánt, úgyhogy itt széveltem is. Tehát itt búcsúzok is. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!